Úgyhogy erősen ajánlom. Az lesz a lényeg, akkor a folyamatnak szétválasztod szépen a fehérjét, a sárgáját, majd utána a keverőtálba betesszük a kimért tízdek a lisztet, és a tíz tojás sárgáját, egy nagyon pici kis olívaolajat lehet hozzá tenni, de elhagyható. Nagyon fontos, hogy ne használjatok sót a tésztánál, mert nagyon komoly nedvesség elvonó hatása van, tehát semmi értelme, kiszárad, széttöri, ellágyú, minden baja lesz, tehát nem kell vele só, csak tojás sárgája és liszt, összedagasztjuk, majd utána többször hajtogatva át fogjuk küldeni a tésztagépen, és egymásra visszahajtogatva fogjuk egyre vékonyabbra kinyújtani a tésztát. De akinek nincs otthon tésztagépe, az ami van. Pont azért mondtam ezt el, hogy ezt a receptet ne kézzel, neki lehet állni, de marha nehéz lesz, mert nagyon feszes lesz a teszt. Jó, ez azért mondtad el. Tehát itt az a lényeg, hogy a tésztagépetek van otthon, ez egy nagyon egyszerű kézi hajtány, olcsó, beszerezhető, és ugye állítható vastagsággal lehet. Először a maximális rés állagon fogjuk egy párszor kinyújtani a tésztát, majd utána elkezdjük összelaminálva egyre kisebbre nyújtani, és egyre hosszabbra gyújtani, majd utána szétvágjuk nagyjából egyforma méretű darabokra, amikor már elértük a kívánt vastagságot, és utána váltunk egyet a széles metélt formában fogjuk átküldeni a gépen, és akkor ez a tájátele széles metélt forma fog nekünk a végeredményt adni. Ez azért jó, mert ez egy nagyon gyors, ugye egy lágyabb tésztát, ha csinálsz, azért is pihentetni, hűtőszekrénybe, stb. Ez szinte azonnal készre lehet csinálni, és ahogy lehúztuk, és már mehet is a lobogó vízbe, ki lehet főzni, és amíg ezt ezzel elbíbelődsz, addig én összeállítom a ragút, amihez csak a paradicsomokat fogom leforrázni, majd megmutatom, hogy lehet a legegyszerűbben lehámozni. Utána csak egy ilyen kis konkászt, egy ilyen pici kis darabokra össze fogom csak vágni, meg fogom pucolni egy 4 gerezd fokhagymát, az durvára fogjuk összevágni, nem baj, hogy a nagyobb darabok vannak benne, én imádom, amikor ráharapok. És akkor a stifolder kis kockákra vágjuk, szép lassan kipirítjük a zsírját, utána egy picit nagyobb hőfokon ki is lehet pirítani egy kicsit, a fokhagymával együtt, majd rárakjuk a paradicsomot, egy kicsit összeforraljuk ezt az egészet, sóborssal ízesítjük, és utána egy kis frissen meg a petrezselyem zölddel, vagy medvehagymával lehet még egy kis zöld tónus bevinni, és akkor megvan a trikolor, olasz-magyar színkombináció, és parmezán szeretekkel fogjuk tálalni. Igen. Csak ennyit akartam elmondani. És a gyerekeket is be lehet vonni, nagyon élvezik a gyerekek a tésztakészítést. E pillanatban látom a szemedben az van, hogy kitalálhatnám, hol lennél igazán.